Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, Önök a Heti TV-t és a Pirkadot című reggeli politikai magazin műsorunkat. Látják, M. Kende Péter vagyok, és első vendégemet köszöntöm, Kovács András, az Origo főmunkatársát. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, szervusz! Átfutottuk a lapokat, de tudod, mit először leesünk túl a kötelező gyakorlaton. 5782. Sváthavának 17. napját írjuk. A Luach a zsinagógai naptár szerint. Ezzel szemben a Gergely naptár úgy szól. 2022. január 19-e van, egy szerda. A Máriók és a Sárák ünneplik a névnapjukat. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposunk 119 évvel ezelőtt született Nyíregyházi Ernő zongora művész. Időjárás. Ma sütni fog a nap, 7 fok lehet körülbelül a maximális hőmérséklet, de tessék odafigyelni, holnaptól hidegfront érkezik. Kicsit esős, havas esős, minden rettenet, de éjszaka nagyon-nagyon hidegek lesznek. Az információk szerint még mindig érvényben van a vörös kód, azaz a szociális intézményeknek a hajléktalanokat, rászorulókat éjszakára be kell fogadni. A középárfolyamok a tegnapi naphoz képest nem változtak, ezért most fölösleges is erről tovább beszélni. Akkor megnézzük, hogy mit írnak a lapok. Az Európai Parlament elnököt választott, az orosz-európai konfliktus tovább éleződik, mindeközben Magyarországon a politikusok kampányolnak, plusz a kampányidőszaknak is köszönhetően ezek a klasszikus véleménybuborékok, ezek áttörhetetlenné válnak előbb vagy utóbb. Tegnap előtt olvastam a közösségi oldalon Szalai Erzsébet szociológusnak egy írását, egy nagyszerű szociológus, ő egy baloldali kritikus, és a mindenkori kormányoknak, aki az árstopp kapcsán fejtette ki véleményét, és azt írta ugye, hogy nem kéne gúnyolódni a farhától, nem kéne csirke farhátozni, mert ezzel pontosan a szegényeket alázzák meg, és hát amit kapott, az nem volt egyszerű, és nem volt hétköznapi. Nem értem. Jó reggelt kívánok először. Itt általad elmondottakból a harmadik ponttal én egy kicsit politikusok kampányolnak. Én ezt bevallom őszintén annyira nem érzem. Én sokkal erőteljesebb kampányra számítottam már most januárban. Én nem látom azt, hogy olyan nagyon nagy kampány hangulat lenne. Az ellenzéki politikusok se nagyon szólalnak meg, és ebből következően értelemszerűen a kormány sem annyira, a kormánypártok sem annyira igyekeznek. Szerintem most egy ilyen kiváló álláspont lehet. Valószínűleg mind a két fél mondjuk az országos listáját készíti még, meg készülnek majd az aláírásgyűjtésre, ugye, amikor február 12-től lehet jelöltet állítani. Hivatalosan, jogszabály szerint. Kíváncsian várom én is, hogy ez a kampány, fékezett habzású kampány vajon kitart-e végig, vagy lesznek a majd események, amik feldobják, vagy gondolom azért március 15-e körül azért már más lesz a hangulat szerintem, mint amilyen most. De hát ez csak tipp. Azért emlékszem az elmúlt évek kampányaiból, például volt nekünk emlékezetes, például a 2014-es kampány is meglehetősen... Hát nem volt annyira izgalmas például. Én emlékeim szerint nem volt annyira felfokozott. A 18-as szerintem az érdekesebb volt már. Meg hát a korábbi években, főleg 2002-2006, hát meglátjuk. Most nem tudom megjósolni, hogy mi várható. Hát a fékezett habzást azért nem értem, mert ugye azt mondják a közvéleménykutatók, hogy a két nagy tábor között nincs olyan markáns különbség, bármint a támogatottságát tekintve. Azaz, ha én ellenzék lennék, most nyomulnék és kampányolnék azért, hogy minél többször bekerüljek a hírekbe és a közéleménybe megforgassam a neveket, a nevemet, illetve az általam képviselt ügyeket. De a kormányfőjelölt elég sokat szerepelt a médiában az elmúlt hetekben, de hát jól láthatóan ez nem váltotta ki vélhetően azt a hatást, amit szerettek volna. Én ennek is tulajdonítom adott esetben a fékezett habzás, hogy lehet, hogy rendelkezésükre állnak már mérések arról, hogy mit okozott
ez az elmúlt hetekbeli. Hát nyugodtan jelentsük egy álmokfutása a kormányfő jelöltnek a bal oldalon. Lehet, hogy ezek a mérések azt mutatják, hogy mondjuk megnőtt a különbség a két oldal között jelentősen, és emiatt lehet, hogy úgy döntöttek, hogy inkább a veszteségeket minimalizálják már. De ez csak egy tipp. Én nem láttam semmilyen mérést. Ami hivatalos mérés van, emlékeim szerint decemberben voltak az utoljára. De ráadásul azok ugye december elején készültek. Tehát már az a december elejé óta lassan két hónap eltelt, hogyha durván egyszerűsítünk. Én még azt nem értem, hogy azt gondolom, hogy ez nem egy one-man show. Tehát, hogy oké, hogy a ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjének szerepelnie kell sokat. Mondhatni azért, hogy talán mert ő úgymond kívülről jött. Nem teszek semmilyen megjegyzést ehhez a mondathoz. De hol vannak a többiek, kérdezem én. Tehát, hogy hol van a Momentum vezérkara, a Demokratikus Koalíció vezérkara, a szocialisták, stb. Akiknek ugyanúgy közben meg kéne szólalni. Esetleg alátámasztandó, vagy egy picit néha valahol nem hangsúlyosan, de ellentmondani a miniszterelnök jelölt szavainak. Hát, hogyha az ellentmondásokból elég sok van, de itt a kampányra visszatérve szerintem egy fontos dolog az, hogy itt az ellenzék ugye két kérdésben népszavazást kezdeményezett, meg is kapták a zöld utat, hogy gyűjthetik az aláírást, ugye. Ez december közepén volt. És jól láthatóan ez az aláírásgyűjtés meglehetősen kudarcosra sikerült. A pártok be is jelentették, hogy be is fejezik az aláírások gyűjtését, amit én nem egészen értek, mert hogyha valaki december közepétől gyűjtheti, ugye 120 nap áll rendelkezésre. December közepe óta még csak 30-35 nap telt el. Tehát miközben pont a kormányfőjelölt beszélt tegnap arról az egy másik televíziós stúdiójában, hogy valószínűleg hétvégére meg lesz a 200 ezer aláírás. Nem egészen értem, hogy egyeztettek-e a felek ezelőtt a nyilatkozat előtt, mert ha leállítják az aláírásgyűjtést, akkor hogy lesz meg hétvégére a 200 ezer? Nem tudom, a többi párt sem szólal meg ebbe. Nem, és ráadásul nem tartom őket teljesen jogilag, nem látnák át, hogy működik egy ilyen népszavazás kezdeményezés. Nem egészen értem, hogy miért nem lehet megmondani azt, hogy láthatóan nem lesz április 3-án ezekből a kérdésekből népszavazás, mert ahhoz, hát a minimum feltétel az lett volna, hogy egy vagy két nap alatt összegyűjtik a 200 ezer aláírást. Ráadásul, de emlékezzünk rá, hogy a Fidesznek ezt 2007-ben, most, hogy visszanéztem én is az akkori híreket, amikor a Fidesz megkapta azt a lehetőséget, hogy a ominózus három kérdésben gyűjthet aláírásokat, akkor 48 óra alatt összegyűjtöttek 300 ezer aláírást. Ez a lehetőség szerintem most is megvolt az ellenzéki pártoknak, hogy senki nem akadályozta őket ebben, hogy ne tegyék ezt meg. Nem egészen értem, hogy és szerintem ezzel is egy olyan elkezdték gyűjteni az aktivisták, gondolom az aláírásokat. Ebben értem szerintem ebben a mostani hideg időben jóval könnyebb elfáradni. Korábban volt egy előválasztási folyamat. Nekem olyan tűnik, mint az ellenzék az energiáit még úgymond a start előtt egy jelentős részét elégette volna. Nekem ezzel az egy bajom van valóban, hogy oké, gyűjtik az aláírást, és valóban, aki oda megy aláírni, annak nem mondják azt el, hogy hát lelkem ebből legkorábban talán májusban. Május-június, igen. Hogyha a jogi... igen, és hogy az... De ez akkor is, hogyha semmilyen kifogás nem merül föl a aláírásgyűjtés kapcsán, lehet, amikor leadják az íveket, semmilyen kifogás nem merül föl, tehát senki nem emel kifogást, hanem a szokásos útján halad, akkor is ez nem fog áprilisban kiírásra kerülni. Ez így van. Ezek merev jogi határidők vannak, és hogy én biztos vagyok benne, ahogy a kormánypártok esetében is, a gyermekvédelmi népszavazás kapcsán is, mindegyik jogi eljárási részhez érkezett kifogás. Tehát, hogy minden bizonnyal ehhez is érkezett volna érkezne jogi kifogás, hogyha leadnák a 200 ezer aláírást. Ráadásul azok az érvek, hogy hát azon én már nem is egészen értem, hogy korábban a sajtóban dolgozó mostani
kampányfőnök vezető, vagy ottani ellenzéki sajtó főnök, hogy engedheti meg magának olyan kijelentéseket tenni, hogy hát a kormányfő és a miniszterelnökség vezetője egy éjszaka alatt jól tenni, hogyha megszámolná ezeket az aláírásokat. Ez szerint mindenféle jogállami elvvel szembe megy, mert éppen azért van választási iroda, és vannak ott a pártoknak delegáltjai, az összes pártnak, hogy független emberek végezzék az aláírások megszámlálását, sehol a világon nem a miniszterelnök számolja meg a szavazatokat, vagy éppen az aláírásokat, vagy valamelyik miniszter. Hát igen, valószínűleg vannak olyan országok, ahol a miniszterelnök számol szavazatot, de hát azt nem nevezhetjük demokráciának. Még van egy problémám, hogy azt érzem, hogy zajlik most már az ellenzék oldalról rámaradva egy ilyen ellenségképkeresés. Oké, kipipáltuk, a kormánypártok oké, az teljesen rendben van, úgymond teljesen rendben, ott nincs vita, de hogy a kis pártokat, most leginkább a kétfarkú kutyákat nézve, ők ki vannak tűzve, ők lesznek az ellenség. Mármint aki esetleg egy vereséget, majd vereség nyomán el lehet verni a port. Nem értem. Hát én sem egészen értem, hogy a kormányfő jelöltre visszatérve, hogyha valóban ő egy új politikát, azt mondta, hogy ő új politikát, mert teljesen megváltoztatná a magyar közéletet, ugye szeretett országot építene. Hát szerintem, hogyha ezen a mesdén haladt volna, valószínűleg szerintem el tudta volna érni, hogy mondjuk az a vélelem, hogy a kétfarkú kutyapárt szavazói óriási tömeg, hogyha nem indul a kétfarkú kutyapárt, akkor a ellenzéki összefogásra szavaznának, ezt mondjuk megmagyarázta volna, megbeszélte volna a pártvezetőkkel, adott esetben valamiben megállapodtak volna politikai hogyha ez ennyire fontos nekik, akkor szerintem jutottak volna a közös nevezőre, de jól láthatóan a felek között eléggé elmérgesedett a viszony. De annyira elmérgesedett a viszony, hogy nyílszínű üzengetések vannak. Igen. Már, nem egészen értem, hogy ebben milyen hasznot remél. Mármint nem is a hat párt, hanem a lista vezető ebből mit vár, hogy sikerül ebben a helyzetben kimenni. Az, hogy ezen múlva én csak egy elemzést olvastam, miszerint, hogyha a kétfarkú kutyapárt nem indul, akkor a szavazóiknak a 60%-a otthon maradnak. Így igaz. Na és még egy apróság a kétfarkú kutyák kapcsán, a miniszterelnök jelölt túl sokáig élt külföldön. Nyilvánvaló, ha jól tudom, akkor ugye gyermekek is voltak vele. És mindig eszembe jut az, hogy elmegy mondjuk egy helyi élelmiszerboltba, gyerek körülnéz a zöldséges pulton, és akkor látja, hogy van ananász, mangó, kiwi, akár sokféle van. És azt mondja neki az apukája, hogy nem, nem. Vagy körte, vagy alma. Nincs más. Tehát én azt gondolom, hogy 1990-ben azért is történt a rendszerváltozás, vagy rendszerváltoztatás, hogy egy több párti demokrácia jöjjön létre, ahol mindenkinek van joga elindulni, és azt kijelenthetjük, hogy oké, vannak kamupártok, ezt, vagy voltak kamupártok, voltak kamupártok, oké, de a normálisan működő pártok miért indulhatnának el? Tehát nem értem, hogy miért kell mindjárt mutogatni a másikra. Nem, érthetetlen. Sokat beszéltünk már róla, van egy óriási problémája a baloldalnak, amit szerintem az elmúlt, most hát 12 évig lett volna, hogy megoldják, hogy létrehozzanak a Fidesszel szembe, vagy nem is igazából szembe, tehát hogy létrehozzanak egy olyan politikai erőt, ernyőszervezetet, ami nem terhes ilyen súlyos ideológiai vitáktól, nem terheli olyan dolgok, hogy valljuk meg őszintén, tehát hogy én sem gondoltam volna valaha, hogy a DK és a Jobbik politikusai együtt fognak mutatkozni bármilyen eseményen. De nem terheli őket ilyen-olyan, de ez oké, csak ez olyan unalmas. Igen, igen, unalmas, de hát a siker feltétele azért mindenképpen az, hogy valamilyen egységesedés legyen. Valóban sokan felvetették az ellenzéki oldalon is, hogy egy párt kéne, nem sok párt, de hát valahogy a választói akarat mégis afelé mutat, hogy nem kristályosodott ki egyetlen egy politikai erőse az ellenzéki oldalon, akiben a választók mondjuk az ottani választóknak a 80-90%-a megbízna.
Pedig alapvetően volt ilyen helyzet, nem is sokkal 2010-es választások után, emlékszem, hogy 2012-ben az MSZP gyakorlatilag fejfej mellett volt már a Fidesz támogatottságban, mind a kettő olyan 35-40%-os támogatás. Tehát akkor is már kikristályosodott egy egyértelmű ellenzéki pólus a Fidesz-szel szembe. Nem egészen értem, hogy ott milyen folyamatok gyorsultak fel, hogy ezt az egészet szétverjék, vagy kiindította ezt el, fölösleges erről már beszélni, de láthatóan nem az ottani a választók nem látják egyik pártba se, hogy érdemes lenne 100%-ig mögéjük állni. Tehát, ha bemegyek a zöldséges részlegbe, akkor hadd válasszak sokféle zöldség-gyümölcs közül, és ne csak kettőfélét. Jó, akkor ezt jól kiveséztük őket, adtuk nekik, meg mindenkinek, ahogy ez kell. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és azt fogjuk csinálni, hogy legközelebb újból fogunk valami hasonlóról beszélgetni. Köszönöm szépen, további szép napot!